Nagyban épül a Partizán új stúdiója, ezért most egy szokatlan helyszínről jelentkezünk be, a 8. kerületben a Dagova Presszóból. Mutassuk meg egyébként a Presszó működtetőit. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Ha nem voltatok még itt, akkor mindenképpen próbáljátok ki, kiváló ételeik vannak, és minden nap van menü is hétköznaponként. De most nem ezért vagyunk itt, hanem azért, mert ahogy tudjátok, október 13-án rezsimváltás volt Budapesten, ennek következtében egy új főpolgármesteri kabinet állt föl, amelynek egyik főpolgármester helyettese Dorosz Dávid, korábban az LMP, az Együtt, és jelenleg pedig Karácsony Gergely stábjának a tagja. Dávid, üdvözöllek a műsorban. Köszönöm szépen, szia! A főpolgármester helyettesi cím, azt gondolom, hogy a személyes életutatban is, meg a politikai pályafutásodban is nyilvánvalóan egy kitüntetett pillanat, ezért adekvát lehet a kérdés, hogy hogy hangzik a te politikai hitvallásod, mi az a politikai, filozófiai önmeghatározás, amivel leírnád leginkább a saját politikai karaktered? Én alapvetően zöld progresszív politikusnak gondolom magamat, és azt gondolom, hogy a világnak, az országnak, Európának és ezen belül Budapestnek is sokkal fenntarthatóbb, környezeti szempontból és társadalmi szempontból még egy sokkal igazságosabb világnak kell lennie. Komolyan hiszem azt, hogy a jövő az vagy baloldali lesz, vagy nem lesz. És ezért szeretnék dolgozni, és részben erről írok a könyvemben is. 2019 főpolgármester választás kampányfőnöke voltál Karácsony Gergőnek. Mi volt az a hívószó, ami miatt azt érezted, hogy Karácsony Gergely mellé oda kell állnod, és segítened kell az ő programját és az ő politikai érvényesülését? Hiszek abban, hogy ő egy nagyon jó főpolgármestere lesz a városnak, és ebbe hittem 2019. januárjában is, amikor felhívott egy téli napon, hogy el fog indulni, és hogy szüksége lenne arra, hogy segítsem őt kampányfőnökként. Klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester helyettes vagy. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy a városban zajló nagy fejlesztések, amik ugye főleg építkezéseket jelentenek, vagy pedig a tömegközlekedésnek az átalakítását jelentik, ezekben kulcsfontosságú, hogy megjelenjenek a klímavédelmi szempontok, hiszen az embereknek építjük ezt a várost, az embereknek fejlesztjük a tömegközlekedést. Ezért gondoltuk azt, hogy ennek a két ügynek a szorosan összetartozása miatt legyen ez egy főpolgármester helyettesi portfólióban benne. De ugye lehetnek súlyos érdekkonfliktusok, például ott van Kerpel Frónius Gábor, aki a részvételiségért felel. Te már kijelentetted sajtónyilatkozataidban, hogy a dízel üzemű autóknak a kiszorítása az egy politikai és valamilyen dugódíjat is be kell vezetni. Ha most mondjuk a részvételiség kapcsán megfogalmazódik egy nagyon erős lakossági igény, hogy hát nehogy már ki kelljen egyébként tiltani a dízel üzemű autókat, akkor hogyan lehet például érvényt szerezni ennek az egyébként nyilván nagyon súlyos és nagyon fontos politikai követelésnek, ha látható, hogy a lakossági ellenállás mondjuk ezügyben nagyon attraktívan megjeleníti magát, és azt gondolom, hogy Kerpel Frónius Gábor nyilván abban lesz érdekelt, hogy a saját portfóliójának az érdekei szerint tudja építeni a politikai arcélét. Alapvetően a budapestiekkel egyeztetve nem egyik napról a másikra szeretnénk változásokat bevezetni, és azt gondolom, hogy el lehet azt mondani, és a budapestiek többsége megérti azt, hogy bizonyos változtatásokat eszközölnünk kell ahhoz, hogyha nem csak a gyerekeink, hanem a saját magunk és a szüleink jövőjét is szeretnénk jobbá tenni, hiszen a légszennyezés például évente 3000 ember halálát okozza Budapesten. Itt tőlünk pár sarokra a Teleki téren minden egyes évben 222 alkalommal van egészségügyi határérték fölött a légszennyezettség mértéke. Tehát mit mondasz, mondjuk annak a kisvállalkozók, és direkt egy kisvállalkozót mondok, mert szociális szempontokat mondtál, aki egy dízelüzemű haszongépjárművel a mobilitását biztosítja, hogy el tudjon menni egyik címről a másikra, és össze tudja szedni azt a havi néhány tízezer, százezer forintot, amiből egyébként fönntartja saját magát és ezt a mikrovállalkozását, amikor majd ő azzal szembesül, hogy már pedig ő a saját haszongépjárművel nem hajthat be ezekre a területekre, hogy teljesítse a megrendeléseit, viszont egyébként arra még nincs pénze, hogy váltson, nem, hogy pláne elektromos autóra átváltson. Tehát hogyan fogod kezelni azt az érdeksérelmet, hogy ő konkrétan a bevételszerzési lehetőségében korlátozódik, vagy károsodik meg? Azzal, hogy nem egyik pillanatról a másikra hozunk változtatásokat, és azzal, hogy folyamatosan egyeztetünk, és folyamatosan pont a részvételiség megerősítése miatt kikérjük majd az emberek véleményét, tapasztalatait, ezért írunk stockholmi mintáról a programunkban is, hiszen ott is egy ilyen nagyon összetett tesztidőszak és az állampolgári visszajelzések alapján részben módosították, és vezettek be bizonyos intézkedéseket, és
Budapestnek, mint fővárosnak mögötte kell állni ezeknek az embereknek, és a lehető legnagyobb segítséget kell megadni ezeknek az embereknek abban, hogy egyszerre legyenek érvényesíthetőek a szociális és a zöld szempontok. Visszatérésed a politika nagy színpadára, ugye 2019. januárjában történt meg, és hogyha így nézzük, bár nyilván részt vettél ebben a kampányban, sőt, szereped volt abban, ez egy sikeres kampány lett. Ez egy villámkarrier, hiszen 9 hónap alatt most már főpolgármester helyettesként az egyik ilyen legfontosabb budapesti döntéshozói pozícióban szerepelsz. Ezzel kapcsolatban fölmerültek olyan kritikák, hogy hol voltál az ezt meglőző években, hol voltál a 2018-as kampányban. Mit válaszolsz azokra a kritikákra, amelyek esetleg azt vetik a szemedre, hogy karrierpolitikusként egy jó időben belépéssel, gyakorlatilag megkerülve a párt különböző döntéshozatali fórumait, ki tudtál lőni, és most egy nagyon fontos és a politikai arcél építésére maximálisan alkalmas pozícióban építheted tovább a karrieredet, miközben mások megtalpaltak esetleg a 14 és 18 közötti, hát nem éppen a Párbeszéd legsikeresebb időszakaként számon tartott években. 2018-ban részt vettem az országgyűlési kampányban, Szabó Tíme harmadik kerületi kampányát dolgoztam végig, és nagyon sok programban vettem részt, és nagyon sok ötlettel és nagyon sok munkával támogattam Timit abban, hogy az ország egyik legjobb eredményét érje el. Az, hogy nem voltam néhány évig a politikában, és másfajta tapasztalatokat szereztem, az engem épített, és az hozzárak ahhoz, hogy én olyan szempontokat tudjak behozni a főváros életébe és a politikai életbe, amiket fontos, hogy behozzunk. Tehát például nekem az, hogy Amerikában kint voltam, és részben végignéztem azt a totális katasztrófát, amivel a Hillary Clinton kampány lement a lefolyón, és Donald Trump megválasztották. Én kim voltam a terepen. Te kampányok tűzteje voltál a Hillary Clinton-nak? Elmentem, igen, megnézni. Nagyon sokat tanultam. Egy évet töltöttem kint, és egy másfél hónapot szabadidőmben dolgoztam a kampányban. Nagyon sokat tanultam arról, hogy egy modern politikai kampány hogyan tud felépülni, és hogyan lehet azt elrontani. Te Párbeszéd tag vagy most is? Igen. Elnökségi tag is vagy? Nem. Támogatnád a pártfúziót az LMP-vel? Azt gondolom, hogy ez most nem egy aktuális kérdés. Szerintem ez egy nagyon aktuális kérdés. Az a kérdés, hogy fontosnak tartod, hogy egyetlen elinduljon mondjuk erről a Párbeszéd? Én azt tartom fontosnak, hogy... Vagy pedig azt gondolod, hogy várni kell még addig, amíg esetleg az LMP magától kimúlik. Mert hogy itt nagyjából egyébként ez a két megoldás van. Én azt gondolom, hogy arra van szükség Magyarországon, hogy a zöld baloldali progresszív értékeknek minél erőteljesebb politikai képviselete legyen. És ezért szeretnék... De ez így volt már 90-es évben, ez így volt 2010-ben is, és jelenleg az van, hogy van legalább két erő, ami ezért küzd. De nem együtt, hanem egymással szemben. Azt gondolom, hogy most ez nem egy aktuális kérdés. Engem, ami most foglalkoztat és érdekel, hogy Budapestet hogyan tegyük zöldé és szabaddá, és ezért szeretnék dolgozni. És Magyarország zöldé és szabaddá tétele elképzelhető úgy, hogy ezek az erők továbbra is szeparáltan és nem pedig együttműködésben gondolkodnak? Az nem képzelhető el, hogy zöld és szabad legyen Magyarország, anélkül, hogy lenne egy választási együttműködés. Ez szerintem egyértelmű, és az elmúlt évek választásai kristálytisztán megmutatták. Tehát innentől kezdve ez ellen csak azt tud érvelni, aki hadilában áll a matematikával. Akkor választási együttműködés megkerülhetetlen, szervezeti együttműködés nem időszerű? Mindent a választási együttműködés szempontjából kell nézni, olyan működési mechanizmust és együttműködést kell a szervezetek között kialakítani, ami a választási együttműködést és a választási sikert segíti. Mikor kezdted el írni ezt a könyvet? 2018 áprilisában, pont a választások után két héttel. Nézzük meg néhány konkrét állítást, amit megfogalmazol a kötetben. Itt a bevezetőben írsz egy ilyet, hogy a neoliberalizmus és a kapitalizmus nem egy és ugyanaz. Itt van egy kis kiadás. A kettőt összemosni és minden a neoliberalizmust érő kritikát egyfajta antikapitalista bélyeggel felruházni, nem más, mint politikai kommunikációs eszköz. Erről egy kicsit mesélj nekem, és kérlek főként abban az aspektusban, hogy akkor a te baloldaliságod ezek szerint nem antikapitalista. Az én baloldaliságom az azt mondja, hogy egy igazságos társadalmat kell építenünk, ahol a társadalmi felemelkedés lehetősége mindenki számára ott van. És az én kapitalista keretrendszerben szerintem nekem a skandináv országok nagyon sok szempontból nem tökéletes,
de azt gondolom, hogy egy olyan működési módot jelenítenek meg, ami felé érdemes elmozdulni. De hogy tud-e lenni igazságosabb egy olyan Európai Unió, ami alapvetően a magországok gazdasági igényére lett tervezve? Szerintem egy olyan Európai Uniót lehet létrehozni, amiben az Európai Uniónak a szociális dimenziója, a munkavállalói jogok megerősítése, az, hogy ne lehessen egy szabadon mozgó nagytőkének a játszótere az Európai Unió, e felé el lehet és el is kell mozdulni, és nagyon sok szempontból a könyv lapjain emellett érvelek. Egy másik érdekes pont a könyvben, írsz a neoliberális rendről, hogy hogyan alakult ki ennek a nemzetközi konszenzusa, milyen borzasztó következményekkel járt ez a különböző jóléti államokra, meg kevésbé jóléti államokra is. És miután beazonosítod azt, hogy nagyjából 10 évünk van megakadályozni azt, hogy a klímakatasztrófa visszafordíthatatlanná váljon, következik egy fejezet, vagy egy fejezet rész, amelyet alapvetően az új baloldalinak titulált politikusok felelősségéről beszélsz. Azt írva, az emberek olyan vezetőkre vágynak, akik megoldják a gondjaikat, nem pedig olyanokra, akik házsártos professzorként oktatják ki őket, mint ha csak egy sör választaná őket a nemzetközi forradalom kirobbantásától. De hogyha ilyen mértékű a katasztrófa, hogy tényleg 10 évünk van hátra, akkor lehet, hogy nem adóemeléseket kéne követelni meg belátást a nemzetközi vállalatoktól és az ezekért felelős különböző koncernektől, hanem létező legdrabálisabb és legdrákóibb szigorral odalépni nekik és egyszerűen felszámolni őket politikai eszközökkel. Tehát, hogy oldott fel ezt az ellentmondást, miközben sürgeti a helyzet az idő szorításában, aközben a megoldások javaslata közben ezeket a radikálisabb fellépéseket mégis károsztatod, azért nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy konszenzus és többséget tudjanak teremteni maguknak. Tartalmilag radikálisan baloldali politikákra van szükség, viszont ahhoz, hogy az új baloldali és általam is jónak tartott progresszív politikai szervezetek és politikusok megszerezzék a hatalmat, ahhoz arra van szükség, hogy a lehető legjobban eljutassák az üzeneteiket a választók lehető legnagyobb részéhez. És amikor ezt a mondatot írtam, arra gondoltam, hogy nagyon sokszor ez nem a megfelelő formában teszik, hanem nem mutatnak talán kellő empátiát, és nem mutatnak talán kellő megértést pont azokkal szemben, emberekkel szemben, akiknek vannak kétségeik a nagy átalakításokkal kapcsolatban, hanem lényegében tényleg egy ilyen házsártos professzorként ki akarják oktatni a világot, és szerintem szavazókat nem kioktatni kell. De lehet, éppen ki kell őket oktatni, nem? Tehát, hogy lehet, hogy ez egy pont egy annyira hálátlan szerepkör, mint amit mondjuk Greta Thunberggel kapcsolatban is látunk, hogy az empátia hiány, amit esetlegesen rávetítenek, az pont arról szól, hogy ebben nem nagyon lehet empatikusnak lenni. Tehát itt vagy belátás történik, vagy pedig a katasztrófának a teljes körű elszenvedése. Grétának nem kell választásokon indulnia, akármennyire is fontosnak tartom a szerepét, és szimpatikus számomra az az erkölcsi kiállás. És igen, szerintem azok a politikusok, akik kioktatják a szavazókat, azokat előbb-utóbb a szavazók fogják kioktatni és kiszerelni a választások útján a hatalomból. Egy politikai verseny zajlik. Ha a progresszív politikusok nem fognak átélhetően és a szavazók számára érzelmileg is megragadható módon beszélni, akkor az ellenfeleik fognak, és ők fognak győzni, és akkor majd lehet nézni, hogy neoliberális politikákat fognak tovább tolni, és nyomják a gázpedált egy olyan rendszerbe, ami a szakadékba vezet minket. Dorosz Dávid, Budapest fővárosának új főpolgármester helyettese. Jó munkát kívánunk!